Kira van még fröki kiáltom annak. Az úr 2013. esztendejében nem üldögélünk bánatosan tétlen. Olyan gyorsan mindenki sógornak, komának, eljött az ideje a születi mulatságnak. Itt volt a falu apraja és nagyja, húját és bánatát mindenki otthon hagyja. Bolkolik a csapból, kihagyja, ki bírja. Nem láttátok, hogy direkt szálltam oda a hűlőbe? A csapból kihagyja, ki bírja, végtegségig kikicsak magát okolhatja. Kisbíró mostan a híreket dobolja. Hogy és mi történt, veszveszedben mondja. Idén a gazdáknak nincs okuk a búra, jól termett a kukorica búza. A szőlős gazdák nem panaszkodhatnak, mert a cukorfokkal nem pukárkodnak. A szőlőhegy ilyenkor olyan, mint a kaptár, aki lopni készül, azt hiszi a pince raktár. De hogy a lopó ne csak a hegyet járja, az önkormányzatnál több zsák szemen bánta. A nép egészsége felkerült a porondra, szegény beteg emberek érzik is ezt szorongva. Nem elég a bajuk, még tetézi a kormány, nem kell annyi orvos, hisz kevés a kórház. Nem a rossz után, van jó kis falunkba, egész napos rendezvényel vesszük a műfázat birtokba. Megalakult falunk mulatos csoportja, kik ma itt új ruhájukban vonulnak újra. Polgárőrségünk is kezd jól működni, már két rabogóra is sikerült feltenni. Bővül a részszámunk, lányok, legények, lépnek be sorba. És így vigyáznak a mi kis falunkra. Halloweenkor megnéztük, kinek nagyobb a töke, a jutalmat, mit kapott, akadta a szögre. Nem volt azok között kicsi, nagy és gömbölyű, hogy látványnak is oly gyönyörű. Készül a panzió, már csak a vendég kéne, így hát mindenkinek kielégülnie az igénye. Főutcánkon készülnek az ákok, közmunkások vigyázzatok, hogy egyenesen rakják. Utáinkban akkorára nőttek a gödröt, hogy Tominak az autó gumia szétszakadt. Kérjük a hivatalt, javítsa meg nekünk, hogy utcáink jobb legyenek végül. Ezértben a béka többől rúgta a gólyát, mert nagyon híren szállította a falu lakosságát. Idén a legények gyengék voltak, a helyi leányokat körül keveset forogtak. A nyéki legények az idei évben nem sokkát okoztak a tűz menyecskékben. Elhervad a falu, nem lészen ez így jó, baj tehát legények, mondja a kisbíró. Rátok van bízva, hogy jöjjön a résztán, ne rendszadjon soha a szertán. Ez történt a kisfalunkban egy év alatt, de most az bíró úrunk mutassa az utat. A kisbíró szövege abban leli végét, Isten értesse a falu népét. Kívánok sok, jót, bort, egészséget, a mai napon jó mulatságot néztek. Este 21 órai kezdett el a bába hívott mindenkit, a mulatságról az Alfa együttes gondolkodik. Aranyos gyémántos meleg hangú marát, hotelba szundikáló horkolgató papák, jászni virágrelkű kedves szép leányok, kocsmából kidobott mulató zsiványok, kétnapos kisbabák, felvendőzős vének, tudjátok mindjárt műsorunk itt ért véget.